Felvétel indít. Sziasztok! Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Igen, és egyszerre ez mekkora volt már? Én is köszöntök mindenkit. Na, én addig bementem a karakteremmel a riftbe, hogy gyűjtsek egy kis energiát, mert szükségem lesz energiára. Ugye a te karaktered nem tud energiát termelni, tehát nem tudod a képességeidet olyan sokszor használni, mint én, ami kellemetlen. Várjál, gyere te is! Gyere át a kapun, és maradj benn. Így halhatatlanok. Tehát így nem fognak bántani az ellenségek. Viszont a lootot sem tudod felszedni. Szóval majd ki kell menned a... De így biztonságban vagyunk. Ja, várj, ez hülyeség volt. Jó, így most úgyse lesz egy ellenség se. De mindegy. Mindjárt megmutatom, mi a lényeg. Ez egy védekező küldetés. Védekező? Defense. Gyere, itt vagyok. Nekünk kell megvédenünk valamit. Egy tárgyat. Az ellenségek meg maguktól oda jönnek, szóval cukik jó fejek. Na itt ez a tárgy, itt ez a nagyon-nagyon kéken világító kör, ha ebbe belépsz, elkezdődik a küldetést. Kösz. Beléptem. Oké, tudom, elkezdődött, mindjárt jönnek a hullámok, ugye hullámokat kell visszavernünk. Ja, passz meg én meg! És figyelj! Úgy, ezen belül maradsz. De menő! Ez Limbo különleges képessége a negyedik, a legerősebb, a kataklizma. Az a lényeg, hogy a tárgy kataklizmában nem fog sérülést szenvedni, még akkor se, ha lálőnek kintről, csak ha bentről, viszont ha belépnek a kataklizmába, sebzést kapnak, és abban meghalnak. Tehát aki túl közel jön, az meghal. Viszont ugye az a baj, hogy ezek az ellenségek nem jönnek túl közel, hanem nekünk kell. Ezért én mászkálok, mint egy nyégezett egér, és kinyírom őket. Te is mászkálhatsz, mint egy nyégezett egér, és kinyírhatod őket, ha kevés az életpontod, meg bemész a buborékba. Oké? Noks. Ugye a buborék az védi a izét. Meg figyelnem kell, hogy a buborék visszaálljon. Olyan gyorsan kell, hogy... Piszkosul gyors ez a játék, igen. Gyorsan ugrálni, kaszabolni, minden. És én nagyon utálom, és... Bocsi minden nézőtől, hogy nem folyékony. Tehát, hogy akadozik. Nálam is akadozik, ez azért van, mert a földön vagyunk. Mondjuk, ha Marson lennénk, akkor nem akadozna ennyire. Tehát én örülnék, ha a Marson tudnánk lenni, csak hát piciken vagy. Hát igen. Bár nem tudom másik képességem. Figyelj, gyere ide! Látod itt az ellenséget? Ne csinálj semmit! Nem tudsz jönni? Bár láttam ebből. Gyere, itt az ellenség. Látod? Igen. Figyelj! Puff! Azt és akár 10 ellenséget is ki tudok egyszerre nyírni, ha előttem állnak. Jó van, ez jó hallott. Meg ha erősebb ellenségek jönnek, akkor megmutatom az idő megállítást is. Ha a te karakterednek a képességéről annyira nem vagyok tisztában. Tehát azokat majd neked kell kitapasztalnod. Hát igen, ugye sorba. Excalibur-t nem ismerem annyira. Szóval mondom, ezért... Várjál... I see things have changed. Ja, ez valami... bakker, közben a Discord itt jelzett nekem, hogy másik szerveren történt valami. Na mindegy. Bocsi. Ugye az a lényeg, hogy ugye Limbo az ilyen védőküldetéseket nagyon jó képes megcsinálni, mivel ugye nem kap sebzést a belső tárgy. Tehát 100%-ra biztonságban van. Csak ha átlépik az ellenségek a buborék belsejét, akkor tudják megsebezni. Szétszedtem egy ember balit. Na helyes, azt úgy is kell. Meg kéne... Ugye most nem merek neked semmit cuccot adni, mivel meg kell tanulnod, hogyan tudod... Most épp felpróbálok ugrani egy helyre, csak nem jön össze valamiért most. Ugye meg kell tanulnod, hogy hogyan tudod felszerelni a modokat, meg az ilyeneket. Ja, persze. Különben túl gyenge leszel, és kinyílnak. Itt az a lényeg, hogy a modokra erősítesz fel mindent. Picit be kell mennem a buborékomba, mert elfogy az energiám. Na, ennyiből meg én vagyok esélyesebb, hogy nem használok energiát. Hogy mi? Esélyesebb vagyok, mert nem használok energiát. Ja, az biztos. Igazából úgy van, hogy ha közel jön, ha belép valaki az ellen... Ha a buborékon belül meghal egy jelenség, akkor 10 energiát visszakapok, ami nagyon jó. Hát szerintem nem lesznek olyan őrültek, hogy ezekben mennek. Egy-ketten igen, de sajnos a legtöbbjük nem. Tehát ezek ugye géppuskát használnak sajnos. Ugye vannak a fertőzöttek, az is egy külön frakció, ellenséges természetesen, nem a barátaid.
És ők közel jönnek. Én őket imádom, ők belerohannak a bukolékba, és meghallak, én imádom őket. Közben én is próbálkozok öldögélni. Nyugodtan meg tanult, főleg az irányítást, a repkedést. Az nagyon fontos. Tehát meg kell tanulnod, hogy mi hogyan van. Meg 2000 élete van a tájnak, amit meg kell védenünk, szóval akár bénákszat is. De nem fog egy könnyen meghalni. 2000 élet? Jó, hát nekem is nem. Majd. 2000 élete van, meg 594 pajzsa. Nekem mondjuk 700 életem és 400 pajzsom. De ugye itt a buborék, szóval. Hol vannak ezek? Ja, most vége lett a hullámnak aztán. Az elsőnek? Ja, nem, most jön a negyedik, nem, ez a harmadik hullám. Ott kiírja amúgy a játék, melyik hullámban vagy, gyunk. Öt után viszont dönthetünk, hogy kilépünk, vagy folytatjuk a harcot. Szóval azt meg kell tárgyalnom veled, hogy milyen erősnek érzed magad, mint kezdő. Mert az ilyen küldetésekkel kapsz pénzt, meg ilyenek. Olyan sok lootot nem, de... Tessék? Nem, amikor olyan volt, azt sem tudom, mit ütök. Ez normális, figyelj. Ez több normális. Ez már csak ilyen. Mit szeretsz inkább használni? Közelharci fegyvert, vagy... Vagy inkább a távolságot? Én mindkettőt. Jó. Talánylag én nekem is váltogatom, hogy egyszer ez, egyszer az. Ugye az a rossz, hogy a földön vagyunk, és az ellenség belolvad a környezetbe. Ugye? Pff, az mi volt? Mi? Mi történt? Mit láttál? Lehet, hogy majdnem félbe... Nem tudom, de majdnem félbe vágtam egy embert. Mit csináltál? Majdnem félbe vágtam egy embert. Jó, hát az persze, az előfordul. Hoppá. Utána kell keresni a karakternek, mi a... Ha... Legerősebb... dolgai. Ő igazából kiírja, csak azt még nem... Bonyolultan tudnám elmagyarázni, hogy olyan tudom megnézni, mik a képességei. Leírja a játék, tehát S-ször, és ott van, hogy... Abilities, a második kis kocka. Azok a képességek, és ott el tudod olvasni, hogy mi mit tud, ki mit tud. Na, letöltöz a másik hullám, és mit? Ja, most a negyedik. Jó, bakker, alig van energiám. Épp, hogy megvan. És hány hullám van összvisz? Ameddig bírod szusszal. Igazából úgy van, hogy 5 után választasz, hogy folytatod a harcot, vagy kilépsz. Ha folytatod, akkor 10 hullám. Ha megint, akkor 15, és így tovább. Hát de akkor soha nem, soha nem érő véget. De, mert igazán tökös ellenségek jönnek, és akkor véget ér, hidd el. Tehát jobb időbe kilépni, mint bennmaradni és meghalni. És elveszíteni az egészet, mert ha a küldetésnek vége, akkor nem kapsz semmilyen utalmat. Tehát ha... Észrevett, hogy eddig a Discord még egyáltalán nem akadozott. Igen, és nagyon örülök neki, pedig én itt aztán... Csúrikám itt rendesen megszenved nálam. Ó, ez a puska, ez nekem nem lesz, ez a kés, ez nem lesz mindig jó dolog. Nem, hát azok utálatos fegyverek. Figyelj, neked most alapfegyvereid vannak. Szinte a legrosszabbak a játékban. Hú, két jó csaj épp moskocogott el az ablakom előtt. Húha. Ja, azt hittem értem megállni. Na most elmagyarázom, neked most a legalap fegyvereid vannak, amit lehet lecseréljük őket, oké? Oks. Csak ugye az el kell élned azt a bizonyos... tehát az akkont szintednek, így próbálom kifejezni. El kell érni egy bizonyos szintet, és akkor tudsz csak erősebb fegyvereket használni. Én például kérlek szépen... Persze, mind a játékban. Én például egy sörétest használok. Nem tudom még mit. A sőt, ez első számú fegyverem. Ez a másod számú fegyverem. És van még a hátamon az a... ez. Tehát ez. Ezek micsodák a földön? Egyet a... Várjál! Mire gondolsz? Ezek a lilák itt. Muníció! Azok muníciók, amiket nem használ a Warframe-et. Az neked jó lesz. Ja, és tudod mit tud az én Warframe-em? Mármint... Beszereltem egy olyan modot, amivel az összes fegyver, az összes muníció, amit nem használok, sörétes lesz. Tehát a sörétesemben mindig tele van. Azt a kur... Aha. Tehát soha nem fogyok ki a munícióból, mivel bármilyen munícióval működik. Mert átalakítja. Gyerekek, ez tényleg egy bolygó. Vannak különböző küldetésfajták. A kedvencem úgy ez, a defense, az egyik kedvencem. A másik kedvencem a kiirtás, meg a túlélés, az is jó. Na. Tehát lehet, hogy ezért. Ja, igen, mindjárt.
Mindjárt bejön egy képernyő. Mindjárt. De nem tettük. Nem, mert még... Ja, ez az ötödik hullám, még nem telt le, ezt még kell nyílni. Azért mondom, hogy... Utána választhatunk csak. Aztán utána... Mi választunk, aztán kész, majd lesz valami. Meg megpróbálok hívni a dojo-ba a klánomnak a... Hát... hogy fejezem ki magam? Nem űrhajó, hanem inkább bázisára. Hogy tudunk kereskedni. És lehet, hogy tudok neked adni pénzt. De nem biztos. Jó. Nem biztos. Viszont, ha elérsz egy bizonyos szintet, utána milliómossá tesznek. Akkor biztos lehetsz. Van olyan küldetés, ami 20... Nem. Kicsi szinten 16-17 ezeret ad. Egy. Az is ilyen védekező 5 hullám után. És gondold bele, 5 hullámot megcsinálsz így 10 perc alatt. És 17 ezeret kapsz érte. KP-ba. Szóval én ott szedtem meg magam. Nekem úgy lett jó sok millió. Várj egy kicsit. Csak nyugodtan. Ő ezt nem hallották a nézők, de ittam. Muszáj, sok beszélést, te fájlókom. Addig itt körbe mentem a hajón, hogy... Jö, ez csak egy ilyen, nem hajó, ez csak ilyen... Vagy részlete. Földi létesítmény. Akkor földi létesítménynek a... Ugye ezt az ellenség építette. Akkor elég szar egy építési tehetség van. Hát most ez van. Ja, meg közben én találtam egy modot. Nem tudom, te is remélem azért felszered a lútot. Én már két modot találtam. Na, folytatjuk a harcot, vagy nem? Ha folytatjuk, ezt választod. Ha nem folytatjuk, ezt választod. Válaszd ezt. Hát nem tudom, hogy a nézők mit akarnak. Folytatjuk. Mit? Hát ha kilépünk, akkor kezdhetünk egy másik ületés, de gyere gyorsan, ne! Szevasz, kilépsz. Nem, folytatod. Aha. Oké, okay, automatikusan lépünk. Te is beszállsz, és folytatod a bulit. Á, nem baj, akkor folytassuk ennyi. Figyú, szükséged van a cuccokra. Mikre? Cuccokra, a lootra. Igaz, hogy most nem kapsz olyan sok lootot, de inkább ez a pénzre megy ki a játék. Ja. Nem olyan sokra, de azért... Én már erősebbek van. Tényleg van. Ja, ezt te vagy. Most épp engem kaszabolsz, kösz. Bocs. Jó, én amúgy sokszor nézek másokat ellenségnek. Én is minden egyes ajtón kimenek. Ja, úgy, hogy nem tudom megkülönböztetni, hogy mi micsoda, mert nagyon élénk grafikát használ a játék. Akkor látnál az én szemszögemből milyen. Lehet, hogy le kell venned egy pár dolgot a beállításoknál. Végül is. Úgyis meglátod a... Persze, hogy megnézem. Ó, hát easy be. Kettő közt. Na, közben itt meg szépedik a cuccos, amit meg kéne védenünk. Szétverik. Ja, most már nem, most már gondoskodtam róla, csak itt, ugye... Bocsi. A buborékom eltűnt, aztán olyankor behatolnak. Ez tök félreérthető. De ketté vágtam egy gyürgét, szóval... Fű, ez most tök félreérthető volt. A buborékom eltűnik és behatolnak. Ezt inkább szerintem... Ja, ez egy női szemmel szerintem már rég. Hát, ja. Rügyelünk el. Ez jó. Ezer, bocsánat. Jó. Az a jó, hogy nem haltál meg. Amúgy, ha meghalsz, az nagy gond, mert visszafelélesztelek. Akkor ebből az évből nézzétek, ahogy mondod, akkor egész jól bírom. Tessék? Akkor egész jól bírom. Aha, nagyon! Hát... Ahhoz képest, hogy az első defenzer azért... Én az első defenzerben összefostam magam. A jó Isten, áldj meg, hogy majdnem lelökött engem a lépcsőre. Jó, mi az előfordul? Mert én voltam olyan, hogy rámentem egy magasabb szintű védekező küldetésre is. Aha. Durva volt. Jó, igaz, oldnál a segítség, de akkor is így megoldom. Utána megszólóztam, szóval. Ja, te most odaálltál. Értem, láttalak. Amúgy gyere, mert itt van egy mod, azt szed föl. A szép lövés volt. Oké. Kicsit. Ahol van egy... van, ugye? Van egy pont a térképen, egy egyes, ott egy, ott egy mod. Hú. Tudom, azt csak szed. Ez a fény
volt szokatlan. Itt van-e? Ja, gondolom az, amikor megidéztem a buborékot. A jó, a Isten áldjon meg téged, hogy itt neked nincs menni. Fölvettem minimum? Mi történt? A lúzsot. Fölvettem. Ja, biztos. Az nem tudom, én ezt nem fogom megtudni, az sok tetőt. Én csak a saját hintomat látom. Remélem. Mert engem öltek hátból. Ezt muszáj volt megölnöm. Ugye úgy van, de ha megnyomsz egy tabulátort, akkor látod, hogy milyen modokat szedtél fel. Eddig hány modot szedtél fel? Nyomj egy tabulátort, pedig. Remélem az volt. Másképpen? Milyen gombont? Gombot? Igen? Tartsd nyomva. Milyen? És ott van, hogy na, modok. Melyik? Te várja? Mi? A kis tabulátorom. Most nem, várj. Majd, akkor már ezért végeztünk ezzel az évvel. Ja jó, akkor is bejön a képernyő, hogy mi mindent szedtél össze, szóval. Easy peasy. Hát akkor, akkor majd megnézzük az kész. Persze, én is igazából csak a végén szoktam megtudni. Ugye közben bevillan egy kép, hogy milyen modot szedtél össze, csak gondolom te nem tudod, hogy mi az a képernyő. Érte? Csak lehet, hogy jobban inkább a harcra koncentrálok, mint a... Igen, szerintem is. Ami jó? A folyosó az tiszta itt, egyelőre még. Hát most minden tiszta igazából, most majd jönnek majd. Nekem is fejlesztenem kéne a... egyik fegyverem. Hát sem buborékot. Hogy ez jó lesz? Ugye ezt a kis tűzokádós AK-n lézerpuskámat fejlesztenem kéne. Ja, úgy fejlesztes fegyvereket, hogy használod őket, tehát ilyen. Ja, hát akkor nem kell sok mindent csinálni. Neee, ó, de eltartja egy ideig, mire 30-as szintű lesz egy fegyver, szóval. Ne a... lejövök ide. Azt mondom, hogy lejövök ide hozzád. Jó, oké. Okay. Ja, én mindig... Ma a máshoz. Ja, ezek hú, mennek fölfelé. Mennek fölfelé. Ja, ez bele a buborékba. Nincs kell nekik, addig jönnek. Áááá, utálom ezt a fegyvert. Nem utálom igazából, imádom ezt a fegyvert, amit... Figyelj, de milyen nagy ufon már ezeknek? Ja, a sörétesre gondolsz. A három ágy. Nekem ugyanaz van. Gyere ide! Gyere ide! Erre tudom, gondolsz. Nem, ide. Csak azt mondom, milyen agyuk van. Ja, agyuk. Szóval. Nézd a fegyverem. Lille, esküszöm, milyen zöldségre. Nézd a fegyverem. Ugyanazt a fegyvert használom, mint ők. Ez egy sörétes. Aha. És jó sörétes. De menj, ami fölötted van. Ad már ja, az te is meg fogod tudni építeni. Én nekem... évekbe terminre rájöttem, hogy ezt ingyenesen meg tudod venni. Mármint megkapni? Nem, hanem meg kell építened, és ingyen megkapod hozzá a blueprintet, tehát a tervrajzot. Ő egy kis axon, úgy hívják az a neve, hogy axon, és így kis repül, támad, és összeszedi a körülöttem lévő lootot magától. Nem kell oda gyalogolnom. Jaj, nézd, hizelek, hogy összeszedem. Ja, nekem már vannak egy-két cuccaim. Hoppa, hoppa, szöknek föl gyerekek. Persze, jönnek a... Ó, kérem, hogy nagyon elcsavarogtam. Ja! Nyugodtan. Mondom, én itt tartom fel. Szóval nézd csak nyugodtan körül. Lootbokokat hát szedd össze, váljunk én. Hát azért harcolni azt kell tudod. Persze, hát az a lényeg igazából csak. Néha nagyon nehéz felugrani ilyen cuccokra. Főleg, hogy nálam akadod, és egy mini pici. Tehát ugye még folyékonyabb a játék, csak a földön nem. Találtam volna egy jelenség. Jaj, jó lesz majd ám. Rákod kéne a hoveraimat a szuper mega a skinjükkel, meg a világpusztító fegyvereikkel. De tényleg nekik már van skinjük is. Ugye nekem még csak egy darab skinnem van, mármint több lehetne, csak egyet használok a Limbohoz egy másik sisak. És kb. Ennyi. Na, ez már nehezebben halnak. Hoppa. Ja, most már ugye nehezítik az ellenségeket, ugye már 9-es hullám következik. Jó, de hát még mindig figyelj, ők 6-os szintűek, én meg azért... jóval több. Tehát én már ilyen 20-30-os szintűekkel is elbánok lazán easy-be. Ők meg ilyen 6-osak. Ő mindenhonnan néz körül, fönn, alattad, melletted. Minden. Csak bejövök már kicsit ilyen 40-valahány életem volt. Így nyugodtan meghalhatsz, igazából csak tapasztalatot vesztesz, én meg újraélesztelek. Ugye,
Limbo tudna gyógyítani, csak nincs meg az a mod nekem, amivel ha a riften belül vagy gyógyulsz. Tehát az nekem sajnos nincsen még meg. De gyúrok rá. Csak nehéz beszerezni. Pedig az jó jönne, én is örülnék neki, mert életet azt nagyon nehezen tudsz regenerálni. Még mennyien ezért kell mennünk? Még egy hullám következik, aztán váltatunk küldetőt, bocsi. Tudom, neked ez unalmas, de ebből áll a játék, úgy tudom. Nem csak ugye... Ott te jó ég, baszki. 20 perces a videóm. Ó, mire ezt feltoltam? Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!